kistestű állatnak az energia szükséglete egy jól meghatározható és számokban is kifejezhető érték. Fontos itt az, hogy milyen életciklusban és az életfenntartásnak a melyik szakaszában kell majd gondolkodjunk. Tehát egy általános életfenntartó szükségletről beszélünk, vagy esetleg egy előrehaladott vemhes állatnak az életfenntartó szükségletéről, vagy a szoptatás csúcsidőszakában nyilván egészen más számadatok jellemzik a táplálását az állatnak. Ez a kistestű állat kategória ugye 1-től nagyjából kb. 15 kilóig terjed, és a táblázatból a két szélső értékeket írtam ki itt magamnak, hogy ebben hát nyilván arányosan tudjunk majd számolni esetleg. Az értékek megajoule per emészthető, metabolikus emészthető energia formában vannak megadva, és napi ritmusban. A normál életfenntartásra az 1 kilós, tehát a mini testű kutyának 0,42 szükségeltetik. A legnagyobb ebben a kategóriában a 15 kilós, ugye a legnagyobb körülbelül, az pedig 4,55 megazsul per emészthető energia, metabolikus energia per nap. Hogyha vemhes állatról beszélünk, és a vemhesség előre haladott már, akkor ezek az értékek emelkednek értelemszerűen, mérsékelten, de emelkednek 0,63-tól 6,83-ig, ami a legnagyobb terhelés az állat számára, és a kistestűeket különösen érinti, az a szoptatás csúcsidőszaka. Ilyenkor egyéb igények is fölmerülnek, a kálciumra gondoljunk, csak itt a kálciumtetániás hajlamokra a kistestű kutyáknak. Az 1,26-tól egészen 13,65-ig képes fölemelkedni az érték, tehát megajoule per emészthető metabolikus energia per nap. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a táp kiválasztásánál ne csak azt vegyük figyelembe, hogy ez most kistestűeknek készült táp-e, amit kiválasztunk, vagy más kutyának való, tehát válasszunk jól e tekintetben kistestű kutyának való tápot, hanem a mozgásigény, illetve az élettani helyzete az állatnak is befolyásolja a tápválasztásunkat. Figyelembe kell venni, hogy a átlagos energia fölhasználása a kutyusnak az hogyan alakul. Ehhez képest kell alakítanunk az etetését is, és bátran nyúljunk bele az étrendjébe, akár hetente változtathatunk is a energia szükséglet kielégítését szolgáló étel energia mennyiségen. A mozgatás mértéke, az élettani állapot és a munka mennyisége, ez a három dolog, ami leginkább meghatározza az energia szükségletét az állatnak. Ezeket kell figyelembe vennünk, amikor a tápot választunk.